Ahogyha valakit a halálba küldesz, azt nem szereted. Ezt, na ez az, amivel én nem feltétlenül értek egyet. Ezt azért kialakítom, hogy amit mondok, ezek nem abszolút igazságok, és nem kell vele egyet érteni. De ugye hát most miről szól például egy honvédőháború? Az is arról szól, hogy feláldozzuk az életünket, hogy elküldi az ember a gyerekét is, hogy mennyi harcolja hazáért, és tudja, hogy meg fog halni adott esetben a gyereket, de úgy gondolja, hogy a haza érdeke előrébb való, mint az ő egyéni érdeke. És igen, ez egy nagyon jó felvetés, hogy vajon nem az egyéne a legapróbb egység, és abból épül fel a többi. Ezt mondom azt, hogy azért nem, mert egy személy, egy egyén, az mindig egy közösségben tud igazán egyéni válni. Tehát addig, amíg én teljesen egyedül vagyok, Robinsonként élek valahol, és másokkal nem vagyok kapcsolatban, addig én igazából nem vagyok egy egyén, mert senkitől nem különbözöm, mert nincs, akitől különbözzem. Senkivel nem vagyok kapcsolatban, mert nincs, akivel kapcsolatban legyek. Tehát én akkor tudok igazán egyéniségé válni, ha van egy közösség. Akkor tudok szerintem igazán egyéniségé válni, és igazán kapcsolatokat teremteni, hogyha először önmagammal van kapcsolatom, és igazából önmagamat ismerem. Ez nagyon fontos, persze, természetesen. Én ezzel nem akarom az önismeretnek a fontosságát, sőt, az önismeret az alap, az tényleg alapvető. Tehát én egy közösséget nem tudok úgy észrevenni, hogyha magammal nem vagyok jóban, illetve hát, hogyha nem, ugye nem szívesen hozok fel bibliai idézeteket, bár nagyon, nagyon jók tudnak lenni azok, csak ez valakiben ellenőrzés szül, de ugye ez először ugye ott is benne, hogy először magunkat kell szeretni. Tehát ha nem szeretjük magunkat, akkor más sem fogunk tudni szeretni. Tehát az, aki magát nem szereti, az soha nem fogja többi embert sem szeretni. Tehát természetesen az egyén nagyon fontos, én nem akarom az egyént háttérbe szorítani, de az alapvető akkor is a közösség. Amíg nincs közösség, addig az ember igazán a maga teljességében nem tud emberré válni, mert az ember az egy társas lényként lett megteremtve. Jó, tudom, hogy ebben vannak pszichológiai irányzatok, amik ebben nem feltétlenül gondolják így, ebben nem akarok itt belemenni, mert most nem erről van szó, de én azt az álláspontot képviselem, miszerint a közösség az, ami az embert igazán emberré teszi, legalább egy másik embernek a közössége. De ez egyébként egy nagyon ősi dolog, tehát ez már ez egy evolúciós folyamatnak az eredménye, hogy az ember egyedül nem tud létezni, illetve hogy az ember egy közösséghez tartozik. Még Csányi Vilmostól hallottam, hogy a neves etológust egy előadást, aki ő mondta, hogy az ember, most én nem tudom pontosan, hogy hány tízezer, százezer éve jelent meg a Földön a Homo sapiens, de hogy az első több tízezer évben egy ilyen 100-120 fős csoportokban, nem családokban éltek, vándoroltak szanaszint, és már nagyon kevés ember volt, nagyon alacsony volt a várható élet, hogy 20-30 évnél tovább nem éltek az emberek. Mivel évtizedekig előfordulhatott, hogy másokkal nem találkoztak, ezért az embereknek a környezet az nem volt több, mint ez a 100-120 fő, akivel ők együtt éltek. Ha találkoztak egy másik csoporttal, akkor vagy keveredtek, vagy megették egymást, akkor függően, hogy éppen mi volt a helyzet. De alapvetően ez a 100-120 fő volt minden embernek a környezete. A mai embernél is ennek megvannak a nyomai, a mai ember sem tud 100-120 embernél többel személyes kapcsolatot kialakítani. Egyszerűen nem tudunk személyesen szeretni, vagy gyűlölni se senkit, természetesen népcsoportokat tudunk, ugye erre nagyon sok példát láthatunk, de személy szerint a Jóskát, a Juliskát, a Pistát nem tudjuk, ennél többet egyszerűen nem tudunk szeretni, nem tudunk sem utálni, nem tudunk személyes kapcsolatra kerülni. Másrésztről egy ilyen mennyiségű kapcsolatra az embernek nagyon nagy szüksége van. Ahhoz, hogy ez a 100-120 fő meglegyen, erre szüksége van az embernek ahhoz, hogy embernek érezze magát. És mivel a mai világban ezek a közösségek nagyon megszűntek ezek a régi kis közösségek, ugye hát régen ugye az esti programok ugye télen, ugye a különböző forró, meg a nem tudom, hát ők itt vidéken jobban tudják, mint én Budapesten, de hát nagyon sok ilyen közös esti program volt. Ezek megszűntek a vallási közösségek, az egyházi közösségek. Általában megszűntek ezek a közösségek, és az embereknek hiányoznak ezek. És ezért, és itt jön be nagyon fontos szerepe a médiának, a tévének, mert a tévé, a média a különböző hírességeken, ugyanúgy régen sztárnak hívtuk, majd celebeknek hívjuk őket, azokon keresztül ezeket a kapcsolatokat szolgáltatja az embernek, és ezekhez a média szereplőkhez, ezekhez a különböző hírességekhez sokkal jobban kötődik az ember, mint akár a szomszédjához. Én annak idején lakótelepen nőttem fel, és nem értettem azt, hogy miért van, hogy a szomszéd a folyosóval még csak-csak visszaköszönt nekem, de az utcán találkoztunk, akkor átnézett rajtam, mint a levegőn, és én hiába köszöntem neki, nem értettem, hogy miért nem köszön vissza. Azért, mert az emberek bezárkóznak, egy emberrel találkoznak, hogy egyszerűen nem tudnak ennyivel kapcsolatba kerülni, bezárkóznak, és valamilyen pótlékot keresnek maguknak, és a tévé, ezek a hírességek erre tökéletes alapot szolgál.